Az Ázsiában őshonos örvös medve a kifutóban élvezi a januári napsütést a győri állatkertben. Bár a képen bóbiskolnak az állatok, ez nem egyelő a téli álommal. Az itteni medvék rendszeresen kapnak táplálékot, de vadon élő társaik is folyamatosan pótolják az energiát a téli időszakban. Az állatkerti medvék nem alszanak téli álmot, de ez a szabadban élő példányoknál is egy kicsit hibás megfogalmazás, ugyanis ők sem hibernálódnak le teljesen, ugyan lelassul az anyagcseréjük, és ilyenkor sok táplálékot vesznek magukhoz ősszel, amit ugye zsírformájába halmoznak fel, viszont ez nem nevezhető téli álomnak. Az állatkert lakóinak többsége nem foglalkozik a hideggel, jól érzik magukat a szabad ég alatt is. Szinte minden Ázsiából, Afrikából vagy Dél-Amerikából származó állat, még ha csak egy kis időre is, de megmutatja magát a kifutójában. Természetesen ők is bírják, ugye ők ilyenkor fűtött házban vannak elhelyezve, de vannak olyan fajok, akik ugyanúgy a kifutójukat is használják, mint például az oroszlánok. Tehát nekik a házajtó nyitva van hagyva egy bizonyos időre, és ha szeretnének, akkor ugyanúgy kimehetnek a szabadba egy kicsit levegőzni. Az állatkerti dolgozók elmondása alapján a hűvös idő, de még a hó sem tartja benne a fűtött házukban az állatokat egész napra, így télen is bárki megcsodálhatja az állatkert szinte összes lakóját.